A politikai kapitállal kapcsolatban szeretném önöknek elmondani, az egyik napilap ma elég egyértelműen fogalmazott, és ez a napilap be is kérte ezeket a dokumentumokat, bekérte a politikai kapitállal kötött MBH-s szerződéseket, bekérte azokat a dokumentumokat, azokat az anyagokat, amelyeket a szerződés alapján a politikai kapitál állítólag elkészített, bekérte egyébként a teljesítési igazolásokat is, és erre az a válasz érkezett, hogy ezt nem áll módjában az alkotmányvédelmi hivatalnak biztosítani. Én ebben teljes mértékben nem értek egyet, és azt gondolom, mondhatom azt is, hogy a Fidesz frakció sem ért ezzel egyet, hiszen ezek a dokumentumok abban az időszakban készültek 2002 és 2010 között, amikor az első négy évről, a 2002 és a 2006 közöttről gyakorlatilag semmi nem áll rendelkezésünkre, de 2006 és 2010 közöttről is csak homályos dokumentumok és információk vannak, és ebben az időszakban egyébként ennek a cégnek, a Political Capital csoportnak egyetlen egy tagját sem világította át a Nemzetbiztonsági Hivatal, tehát nem voltak arra fölkészítve, hogy akár titkos dokumentumokhoz, titkos anyagokhoz hozzájussanak. Az azonban elég világos, hiszen ezt egy vizsgáló bizottság is vizsgálta, hogy több mint 190 millió forint, egyelőre úgy látjuk, hogy több mint 190 millió forint közpénzt költött el az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal ezekre a megfigyelésekből adódó következtetések levonására. Ami még számomra érdekes, hogy én utána jártam a vizsgálóbizottság dokumentumainak, és ezek egy része sem található meg. Én ma jeleztem ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának, és azt a megnyugtató választ kaptam, hogy megvizsgálják mind a nyilvánosságra hozatalnak a lehetőségét, tehát felülvizsgálják az eddigi döntésüket, és amennyiben ez pozitív lesz, akkor ezt a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a hivatalos és nyílt honlapján közzé fogják tenni, illetve a hiányzó dokumentumokat pedig a levéltárakból, illetve ahol ezek fel lehető rendelkezésünkre fogják bocsátani.